Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ápolják az emlékét. Gyulán rendezik meg a Harag György év első eseményeit. Adomány a kórháznak. Vállalkozó nyújtott segítséget a Békés Csabai intézménynek. Újdonságok a fesztiválon. A három témában az áprilisi pálinka showról esett szó. Rendhagyó irodalomóra. A Vigadóban Szőke István Attila foglalkozott a fiatalokkal. Gyulán rendezik a Kárpát-medencei Harag György emlékév első eseményeit, jelentették be a szerda délelőtti sajtótájékoztatón. A nem kevés várszínházas kötődéssel is bíró, neves erdélyi rendező alakját több programmal idézik fel a Gyulai Várszínház épületében. Ez a nap híre. A Magyar Művészeti Akadémia Harag György emlékévet tart 2020-ban. A jeles erdélyi rendező Harag György emlékének szenteli a 2020-as évet a Magyar Művészeti Akadémia. A programsorozat március 26-án Gyuláról indul Kárpát-medencei körútjára, közölték a szerdai fürdővárosi sajtótájékoztatón. A Várszínház igazgatósági épületében látható lesz a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori főrendezőjéről szóló az életművet felölelő emlékkiállítás, emellett konferenciát rendeznek, és itt zajlik a Kárpát-medencei Diák Színjátszó Fesztivál döntője is, többek között a Gyulai Karácsonyi Iskola társulatával. A Gyulai Várszínház számára természetesen ez nagy megtiszteltetés, hogy minket választottak ennek az ünnepi eseménysorozatnak a nyitányául. Több hónapja dolgozunk már közösen az akadémia munkatársaival azon, hogy sikeresen meg tudjuk rendezni ezt a 3-4 napos programot itt Gyulán. Harag György sok szállal kötődött Gyulához is, gyakran rendezett a Várszínházban. Az ő nevéhez fűződik például Székely János Kaligula helytartója című drámájának 1978-as bemutatója, melynek főszerepét Lukács Sándor játszotta. A sajtótájékoztatón Harag György alakját Márkus Béla idézte fel. Itt Gyulán is találkoztunk vele. Azért találkozhattunk, mert aki évfolyamtársam volt és jó barátom, vagy barátunk, és maradt is Adonci László, igazán jóba volt Sütő Andrással, és Harag Györgyel is, és Adonci László jó voltából itt Gyulán, és nem csak a Kaligula helytartója, bemutatója alkalmával, hanem a Mórok című kiváló darabja bemutatója alkalmával. A Gyulán kezdődő, egy év múlva pedig a bukaresti Balassi Intézetben záruló programsorozat nem titkolt célja, hogy Harag György személyén keresztül bemutasson egy olyan emberi példát a művészi közegben, mely a fiatalok számára is követendő lehet. Az akadémia ezelőtt másfél évvel döntött úgy, hogy Harag Györgyöt valamilyen szinten visszahelyezi a kortárs magyar színház művészet palettájára. Az az akadémia véleménye, hogy egy korszakalkotó, nemzetközi szinten is jegyzett rendezőről, magyar rendezőről van szó, akinek az életművét kötelessége az akadémiának megismertetni. Gyulán a végig nyilvános programok március 26-án kezdődnek, és 29-én érnek véget. 500 ezer forint adományt nyújtott át kedden a Szőke és Társai Kft. A megyei központi kórház Réti Páltak kórházának. A befolyt összeget az ápolás színvonalának, biztonságának növelő eszközök beszerzésére fordítják majd. Ígéretet tehetek rá, hogy minden évben 100 ezer forinttal emelni fogjuk ezt az összeget, ameddig a két lábunkon fogunk állni, én úgy szoktam fogalmazni. Tavaly 400 ezer, idén 500 000 forinttal támogatta a Szőke és Társai Kft. A Békés megyei központi kórház Réti Páltak kórházát. A cég vezetése kedden a Békés Csabai intézményben nyújtotta át az adományt, ahol Szőke Kis János ügyvezető tulajdonos ígéretet tett arra is, hogy az elkövetkező években 100-100 ezer forinttal növelik a támogatás összegét. Örülünk neki, hogyha egy kis örömöt tudtunk okozni az itt dolgozóknak, vagy esetleg a munkakörülményeiket egy hajszállal meg tudjuk változtatni ezzel az adománnyal, és igyekszünk az elkövetkezendő időszakba is megfelelni, nem is az elvárásoknak, hanem saját magunk elvárásának szeretnénk megfelelni azzal, hogy minden évben tudjuk valamelyik osztályt, vagy valamelyik részleget támogatni egy bizonyos összeggel,
ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor adni jó. A cég vezetése az előző évben egy termékforgalmazási akcióhoz kötötte a gyermekosztály támogatásának összegét, idén azonban nem volt szükség erre. Silák János, a Réti Pál Tagkórház orvosigazgatója elárulta. A befolyt összeget az ápolás színvonalát, biztonságát növelő eszközök beszerzésére fordítják majd. A kórház alapítványán keresztül az ápolás színvonalát, az ápolás biztonságát növelő eszközöket fogunk adományuknak köszönhetően beszerezni. Ugye az régóta ismert, hogy az egészségügy az egy veszélyes üzem. A gyógyulás haszna mellett előfordulnak nem várt szövődmények, nem várt események, és ezeknek az elkerülése közös feladatunk, az egészségügyi dolgozóké, a hozzátartozóké, a betegeké, és azoké a cégeké, akik tudnak segíteni nekünk abban, hogy olyan eszközöket szerezzünk be, amellyel a betegeink ápolásának színvonalát növelhetjük. A Szőke és Társai Kft. Azért döntött a Békés Csabai Kórház folyamatos támogatása mellett, mert a dolgozók betegség esetén ebbe az intézménybe látogatnak. Éppen ezért még fontosabbnak tartják az ápolás, a betegellátás színvonalának növelését. Számos újdonsággal várják a szervezők idén a háromnapos Gyulai Pálinka Fesztiválra látogatókat. Az eseményen megrendezik a Brillante 2020 nemzetközi párlatversenyt, emellett hazánk legnagyobb pálinka bemutatójával, a Pálinka Show-val várják az érdeklődőket. Erre három napra a fesztivál jelentőségénél fogva Gyula a Pálinka fővárosa. Áprilisban három napig ismét a Pálinka fővárosa lesz Gyula. A Gyulai Pálinka Fesztivál egyik fő programja a Brillante 2020 nemzetközi párlatverseny, melyet a bér és a magánfőzők részére hirdettek meg. A szervezők az előző évekhez képest egy dolgon változtattak az eseménnyel kapcsolatban. A végső nyertesek, a nagy díjak eredményszámítása az, ami egy kicsit másképp történik, hiszen vannak olyan kiemelt pálinkák, amik sokkal népszerűbbek, mint például a szilva, a barack, egy illatos szőlő. Ezek a kategóriákban sokkal több nevezésre számítunk, illetve a végső nyertes, aki az év legjobb magánfőzője, illetve a legjobb bérfőzetője lesz, ezekben a kategóriákban kötelezően kell, hogy induljon, ezekből a kategóriákból számítódik össze a végső pontszáma. Az idei fesztivál hazánk legnagyobb pálinka bemutatóját vonultatja fel a szakma és a pálinka kedvelők számára. A Pálinka Show célja, hogy segítse, kiemelje a kereskedelmi célú pálinka főzdék munkáját. Az érdeklődők számára átfogó térképet szeretnének nyújtani a hazai pálinka piacról. 20 éve versenyeznek a kereskedelmi pálinka főzdék Magyarországon, méghozzá itt Gyulán. Ez alatt a 20 év alatt megtanulták, hogy körülbelül milyen minőségben főznek pálinkát, merre tartanak. Szerintem a kereskedelmi pálinka főzdék felnőttek már a versenyek során ahhoz, hogy mindenki tudja pontosan, hogy körülbelül hova tegye a termékeit a palettán, a minőségi rangsorban. Így számukra most úgy gondoltuk, hogy egy sokkal kedvezőbb, egy sokkal hasznosabb rendezvényt alkotunk, a Pálinka Show-t, amely be tudják mutatni a fogyasztók számára a pálinkáikat. Az idei fesztiválon lesz még egy újdonság, a vezetett pálinka kóstoló, mely előregisztrációhoz kötött. A laikusoknak segítenek abban, hogy melyik pálinka főzdénél milyen terméket kóstoljanak meg. Itt hasznos információt kapnak a főzdékről, a termékeikről, hogy miben különböznek a többitől. Az idei év gyümölcse a körte, így ezt fogják kielemezni. Rendhagyó irodalom órát tartottak a napokban a Vigadóban. Szőke István Attila versíró egy órában ismertette a fiatalokkal többek között az akrosztikon verselést. Megszentelt múltunk magyar mesét mond címmel rendeztek rendhagyó irodalom órát a Gyulai Vigadóban. Az előadó Szőke István Attila versíró volt, aki verseiben, dalszövegeiben a magyar múlt tiszteletét, a műveltség, a lélek, a megmaradás fontosságát, a nemzettudat építését, ősi örökségünk megóvását és a magyar nyelv kiapadhatatlan forrásának tisztaságát hirdette.
illeti. Egy 4,5 órás előadás lett leszűkítve 1 órára, ahol többek között az akrosztikon verseléssel foglalkoztak. Ez azt jelenti, hogy a versszakok vagy a verssorok kezdőbetői függőlegesen összeolvasva kiadnak egy értelmes szót. Ugye most Hunortól, Magorral, Csodaszarvassal és egészen a magyarokig Áramossal, Árpád elemesével foglalkozunk. Ez lesz az egyik része. Közben meg Besztercei Attila a tárgyhőrkhöz kapcsolódó verseket és novella részleteket mond. Kicsit beszélünk még a magyar nyelvről, és aztán meglátjuk, mennyi idő van, lehet, hogy még kicsit bolondozunk is a magyar nyelvünkkel. Az esemény aktualitása az volt, hogy Arany János születésnapján rendezték meg Gyulán a rendhagyó órát. Szőke István Attila hangsúlyozta, fontos, hogy a diákok megszeressék az irodalmat, ezen belül is a magyar irodalmat. Elfelejtünk olvasni, és aki elfelejt olvasni, annak nem lesz szép a lelke. És akkor egy szép mondattal ezt meg lehetne magyarázni, minél többet olvas egy fiatal, annál boldogabb felnőtt lesz belőle, mert megmarad a lelke. És ha van lelked, van mindened, ha nincs lelked, semmi a neve. Tehát olvasni, olvasni, olvasni kell. Természetesen az előbb említett tárgyköröket sem besüljük le, csak tudni kell mindent a helyén kezelni. Sajnos úgy veszem észre, hogy a felnőttek is, de a fiatalok is egyre kevesebbet olvasnak. Én megpróbálom őket egy kicsit kizökkenteni ebből a világból, hogy elmondanám nekik, hogy milyen szép a mi magyar nyelvünk, és milyen jó verseket és prózát olvasni ezen a nyelven. Az eseményen elhangzott, a magyar versek olvasása minden életkorban hasznos tevékenység. A magyar írók művei mellett fontos kiemelni a műfordítók munkáját is. Szőke István Attila kiemelte, olyat érdemes olvasni, ami tanít, amivel jobb emberré válhatunk az életünk során. Hamarosan megújulhat a Gyulai Várfürdő egyik ikonikus épülete, a 25, valamint az 50 méteres uszoda. Rövid hírek következnek. A legutóbbi testületi ülésen került szóba a Gyulai Várfürdő sportuszodájának helyzete. A létesítmény még 1972-ben épült, utoljára még 2004-ben újították fel. Kun Miklós hangsúlyozta, 2020-ra szükségessé vált a felújítás, nem várhatnak ezzel tovább. Március 31-i kezdettel saját erőből kibélelik egy fólia réteggel az 50 méteres medencét, ami így saját szigetelést kap. Ez a felújítás 2 hónapig tarthat. Ezután a versenyuszoda korszerűsítése egy 228 millió forint értékű topos energetikai pályázat keretében valósulna meg. Kun Miklós kiemelte, a sátortető nélkül a nyári időszakban az 50 méteres medence használható lesz. Hozzátette, a topos pályázat kezdeti időpontja még nincs meghatározva. Egy műszaki tartalommódosítási kérelmet nyújtottak be a Magyar Államkincstár felé. Onnan várnak a jóváhagyásra. Ezt követően látnak majd hozzá a munkálatoknak. A befejezés 2021 őszéig várható. Jótékonysági süteményvásárt rendeztek a cukorbeteg gyermekek javára kedden az Erkel Ferenc gimnáziumban. A választékra nem lehetett panasz, bárki találhatott az ízlésének megfelelő finomságot. A szervező végzős diákok gondoltak azokra is, akik nem ehetnek meg bármit. Így természetesen olyan sütemények is készültek, melyeket akár a cukorbetegek is fogyaszthattak. A dietetikus azt mondta, ennek a cukorbeteg gyerekek elfogadásában is nagy jelentősége van. A jótékonysági programot egy erkeles diák, Sándor Dorka álmodta meg. Elmondta, ő maga ugyan nem cukorbeteg, de több ilyen fiatallal találkozott, és az ő sorsuk indította cselekvésre. Évek óta a térségben élő cukorbeteg gyermekek helyzetének javításáért dolgozik a Diaboló Alapítvány. A keddi esemény bevétele is az ő céljaikat szolgálja. A szervezet elnöke elmondta, érzik az emberek támogatását nem csak itt, az Erkel gimnáziumban, hanem a Richter Anna díj jelenleg is zajló szavazásán. Hazánkban évente mintegy 400 gyermeknél és kamasznál ismerik fel az egyes típusú cukorbetegséget. Kezelése nem csak fájdalmas, hanem időigényes, nagy önfegyelmet és kiegyensúlyozott életvezetést követel. A süteményvásár bevételét az alapítvány a betegséggel érintett gyermekek támogatására fordítja. Steigerwald István festő grafikusnak kereken 80 évet kellett arra várnia, hogy szülővárosa galériájában, a Kohán képtárban is kiállítsák műveit. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, január végén nyílt meg tárlata, mely a periférián Félmarék apró színes kavics címet viseli. A képtárban összesen 93 műve kapott helyet, melyeken keresztül bepillantást nyerhetünk az alkotó mindennapjaiba, műterme hangulatába.
Az alábbi felvételeken éppen azt az asztalt látjuk, melyen Steiger Bald István minden nap 2 órán keresztül rajzol vagy vázlatokat készít. A grafikus elárulta, eredetileg építészetet szeretett volna tanulni, melyhez először arra volt szükség, hogy elsajátítsa a kőműves szakmát. Éppen emiatt az 50-es években Budapestre került, ahol az akkor romos budai várat kellett renoválniuk. Ekkor zajlott az 1956-os forradalom, melyet társaival figyelemmel kísért. Egy alkalommal azonban elkapták az utcán és börtönbe zárták, ahol 1 év 9 hónapot töltött. A politikai múltjának köszönhetően a lehetőségei száma minimálisra csökkent. E következményének tartja azt is, hogy Gyulán 5 évvel ezelőtt és idén nyílt csak kiállítása. Steiger Bald István elárulta, makacsága miatt nem adta fel a művészi hivatást, illetve azért sem, mert nem tudja elképzelni az életét festés nélkül. Azóta pedig már több 100 képet készített, illetve Ausztráliában és Romániában is vannak állandó gyűjtői. A festői hivatás mellett Steiger Bald István kézjegy című műsorunkban többek között azt is elárulta, honnan ered a pipás kifejezés, miért kezdett el köveket gyűjteni, hogyan emlékszik vissza a zenei karrierjére, és milyen képen dolgozik jelenleg. Körözi a Békés Csabai rendőrkapitányság a börtönbüntetésre ítélt Lencse László Sándort. A nyomravezető 300 000 forintot kap. A 48 éves férfit a bíróság több büntető eljárásban összesen 16 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek a letöltését nem kezdte meg. A Békés megyei rendőrfőkapitányság vezetője nettó 300 000 forint díjat tűzött ki annak, aki Lencse László Sándor tartózkodási helyéről olyan információt ad a rendőrségnek, amely alapján a férfit elfogják. Békés Csabán egy raktár kiürítésekor egy férfi elvállalta, hogy elhordja a hulladékot. Fém is volt közötte, azt akarta leadni, a maradékot pedig kitette egy szántóföldre. A rendőrség az ügyvizsgálatát befejezte. Nagy mennyiségű szemetet találtak 2019 márciusában Telekgerendás külterületén egy szántóföldön. A kartondobozok egyikében számla, szállítólevél is volt. A szolnoki vállalkozó kihallgatásán azt mondta, hogy azért jelentkezett a hulladékszállításra, mert látta, hogy van benne fém, amit le tud adni. A maradékot pedig azután rakta le a szántóföldre, miután valaki mondta neki, hogy tud fűteni a papírdobozokkal, és el is magyarázta neki, hova tegye le azokat. A dobozokban veszélyes hulladék is volt. A rendőrök a vállalkozót hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével gyanúsítják. Mértékkel fogyasztva a cukor nem feltétlenül ártalmas az egészségre, viszont ha nem tudunk ellenállni az édes íz csábításának, könnyen bajba kerülhetünk. A túl sok hozzáadott cukor azonban ártalmas a szívnek. Túlzott bevitelére utalhat az állandó fáradtság, a rossz hangulat, a súlygyarapodás és a bőr problémák is. Ön odafigyel arra, hogy mennyi cukrot fogyaszt? Hát egy pár hónapja odafigyelek rá komolyan, mert a súlyom egy kicsit elszaladt. 106 kiló körül voltam, és mondhatom, hogy amióta odafigyelek, egy bő három hónapja, egy 10 kilót le tudtam adni a súlyomból. Akkor de hatásos volt? Hatásos volt, igen, és a párommal együtt törekszünk otthon is. Tehát olyan szinten, hogy a gyerekeknek is egy kicsit visszafogjuk a szénhidrát fogyasztását, illetve cukor fogyasztását főleg. Hát muszáj kerülnöm, mert sajnos cukros vagyok, meg túl vagyok azon a kilón, amennyivel illene közlekedni, úgyhogy most már kerülöm. Újévi fogadalom volt, most még nagyon új év van, úgyhogy nagyon kerülöm, remélem tartom is. Kórházban dolgozom, tehát körülbelül tisztában vagyok a dolgokkal. Nem igazán szoktam cukros italokat fogyasztani, ételeket, hát még azt sem mondhatnám, nem vagyok egy nagy édesszájú. Akkor ez tudatos kerülés? Részben megmondom, egyszerűen nem vagyok annyira édesszájú. Még amikor rám jön, akkor inkább. Jelentős fejlesztések várhatók idén a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. Lapszemle következik. Jelentős fejlesztések várhatók. Egyházmegyei szinten 13,2 milliárd forint értékben valósulhatnak meg különböző beruházások, írta a Toronyirány. A Szeged-Csanádi Egyházmegye magazinja úgy fogalmazott, hogy szinte alig akad olyan település, melyen ne történne valamilyen építkezés. Magoncmentés Kígyóson. Magoncmentést és faültetést szerveztek a Szabadkígyósi Kastélyparkban, írta a Beol.
A Zöldülj kígyós csoport által szervezett programon a résztvevők a park területén található fiatal növényekkel zöldíthették saját udvarukat. Helytáltak az erős mezőnyben. Nemzetközi célok motiválják az orosházi uszonyos úszókat, írta az Orosz Café. Az ötvös három versenyzője is rajtkőre állt az Egri világkupán. Ülésezett a DÖK. A Békési Diák Önkormányzat februári ülésén a diákokból álló tagok teljes létszámmal képviselték az iskoláikat, írta a Békési Újság. Kálmán Tibor polgármester vezetésével konkrét ötletek kerültek szóba, melyeket a fiatalok a saját iskolájukból hoztak. Csütörtökön nem várható érdemi csapadék, de pénteken újra sok esőre számíthatunk. A hétvége szárazabb lesz, többször kisüt majd a nap. Csütörtökön nem várható, említésre méltó csapadék, mindenütt kisüt majd a nap. A hőmérséklet az éjszakai plusz 4 fokról délutánra 9 fokig emelkedik. Pénteken élénk szél mellett sok esőre készülhetünk, a hőmérséklet pedig 3 és 8 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ápolják az emlékét. Gyulán rendezik meg a Harag György év első eseményeit. Adomány a kórháznak. Vállalkozó nyújtott segítséget a Békés Csaba intézménynek. Újdonságok a fesztiválon. A három témában az áprilisi pálinka showról esett szó. Rendhagyó irodalomóra. A Vigadóban Szőke István Attila foglalkozott a fiatalokkal. A Gyula TV híradóját látták. Most a három téma következik Adamik Anikóval. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!